Van egy nagyon erős sejtésem azzal a kapcsolatban, hogy milyen lehet majd a legeslegújabb karakter a Brawl stars mint a ritkaságáról, mint arról, hogy melyik trióba, melyik témába érkezik majd, fogok tudni nektek beszélni ebben a mai videóban, ugyanis nagyon durva információkat rejtettek el nekünk a legeslegújabb update-tel és legeslegújabb brawlerrel kapcsolatosan, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velem tartani. Na szavaztok, srácok, én Hunter vagyok, és ismételten itt vagyok a legújabb Brawl Stars érdekességes videóval. Megint csak elhozom nektek sok-sok érdekes információt, friss hírt, teóriát, hasonlókat, úgyhogy ha szeretnétek még a későbbiekben is hasonló tartalmakat látni, akkor nagyon megköszönöm, hogy nyomtok a videóra egy lájkot, hogyha majd tetszik nektek, illetve feliratkoztok, ha még esetleg nem lennétek, mert a csatornám nézőinek több, mint a fele nincs feliratkozva, és úgy nézi a videókat, és ahogy tudjátok, december 22-ig szeretném elérni a 100.000 feliratkozót, ekkor lesz egy 12 órás live, és ha meg lesz addigra a 100.000 feliratkozó, akkor bizony leveszem a szemüveget és a sapkát. Szóval tulajdonképpen face reveal fog következni, úgyhogy pörgessétek oda a feliratkozásukat, szóljatok haveroknak is, hogy hozzuk össze december 22-éig, van azért még addig. Először is a Brawl Stars már jó ideje kiposztolta ezt a képet a közösségi felületeire, amin láthatjuk, hogy a Mecha skinek kapnak főszerepet, a régebbi Mecha skinek, viszont nagyon érdekes, hogy itt egy Mecha Squad feliratot olvashatunk a háttérben, és ugye láthatjuk, hogy itt van a Mecha Mortis is, csak el van takarva itt még egy ilyen antenna szerűséggel, szóval itt még nem teljesen látjuk a Mecha mortis de ugye azóta megérkezett ez a leges, legújabb Mecha skin a játékban, ami ugye két 299 gemért vásárolható meg, úgyhogy hát elég menő skinről beszélünk, egyedi hangefektekkel ráadásul, de azért 299 gem nem kevés és nem könnyű megszerezni azért ennyi gemet a játékban, főleg jelenleg azért a gemek eléggé értékes nyersanyagnak számítanak, gyakorlatilag a legértékesebb dolog a Brawl Starsban, és nem könnyű egyáltalán gemet szerezni, és akkor is a Brawl Pest éri meg a legjobban megvásárolni, hogyha már van egy kis gemünk. Szóval írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek van-e annyira menő ez a Mechamortis skin, hogy esetlegesen megvásároljátok, vagy érdemes lenne megvásárolni, ha lenne ennyi gemetek, akkor megvásárolnátok-e, lecsapnátok-e rá. És arra is kíváncsi vagyok, hogy arról mit gondoltok, hogy Spike, a Robo Spike skin nincs rajta a képen, pedig ő is ebbe a kategóriába tartozik. Sőt, ráadásul van egy poszter a háttérben, ahol át van húzva a Robo Spike skin, valószínűleg vele összevesztek, vele történt valami balhé, pedig együtt voltak még évekkel ezelőtt, a, abban az update-ban, ezek a skinek beérkeztek, gyakorlatilag közösen harcoltak a Robo spike -kal. most viszont valamiért, mint hogyha ellenségekké váltak volna, nagyon érdekes, hogy mi történhetett azóta. És nagyon érdekes az is egyébként, hogy a Mecha Mortis skin annyira fel lett kapva, meg ugye annyian kerestek rá mostanában, sok mém is készült, sok kép is készült vele kapcsolatban, illetve ugye a kreatorok sorsoltak is Mecha Mortis skineket ö, nézőknek. Ezért olyan szinten felkapott lett, hogy bekerült a Twitter trendingbe a Mortis kifejezés. Szóval nem tudom, hogy volt-e már ilyen a Brawl Stars történetében, hogy egy Brawl Stars karakternek a neve Twitter trending lett, de most ez megtörtént, úgyhogy gondoltam, hogy ezt is megemlítem, hogy tök érdekes, hogy ilyen sem volt még szerintem. Ugye, ahogyan azt már mindenki tudja, a legutóbbi update-ben megérkezett a legújabb karakter, gáz a játékban, és neki ugye elég nagy kapcsolata van a szellemekkel, ugye szellemet is tud idézni a játékon belül, és ugye azt is tudjuk, hogy ő nem kapcsolódik egyik jelenlegi trióban sem a Brawl belül, szóval ő valószínűleg egy új triót kezdett meg egy ilyen yes Szellemes, kísértetes triót, és nagyon érdekes, hogy itt valaki valószínűleg nagyon bánthatja őt, mert az arcán egyre több ilyen vágás, meg mindenféle egyéb karcolás látható, szóval nagyon-nagyon nagy harcokban lehet ő, csak nyilván itt próbálnia kell mosolyogni a kamerák előtt, de hát ismerhetjük már a Star Parkot nyilvánvalóan ugye régebben beszéltük már a lábán található sebről is. Lényeg az, hogy gáz egy új triót kezdett meg, amiben egyelőre még csak ő maga van ugye egyedül, és nagyon érdekes, hogy itt van ez a kép, ami szintén elég ijesztő, elég kísértetélyes, gáz követi a Luffy-át, ugye Gásznak a leírásában a játékon belül is már olvashattuk az update megjelenésekor, hogy ő követett ártatlanul egy luffy majd egy elég ijesztő vonatút során, egy nagyon hosszúnak tűnő vonatút során bekerült a Star Parkba és örökre itt maradt. Hát ez pont úgy néz ki, mint valami vonat sínszerűség, szerűség, illetve ott van egy ilyen elhagyatott vasúti kocsi is a háttérben, és Gász pedig pont követ egy luffy Szóval ettől talán még ijesztőbb lehet ez a kép, meg ott a zöld füst is gomolyok körbe-körbe, mint ugye a Sódán mepeken is, gomolyok ki gyakorlatilag a vasúti kocsiból, még a borz is ugrik bele a kukába, mert ott is jobb illat van, vagy mit tudom én. De ami extrán érdekes, az a háttérben található új karakter. Ami elég furán hangozhat, hogy így most kimondtam ezt, nem biztos, hogy igazam van, de én úgy gondolom, hogy itt van a háttérben az egyik. Legújabb karakter, aki nem lenne más, mint egy szellem, és ezért nem láthatjuk. Viszont a kezét azt láthatjuk, tehát látjátok, hogy vannak ott a vonatban azok a kapaszkodók, és egy kész fej, mintha kapaszkodna az egyik kapaszkodóban, viszont a kéz további része, meg maga a test, meg az egész ember, vagy az egész alak gyakorlatilag nem látható. Tehát elképzelhető, hogy egy szellem, ami mondjuk felvet egy ilyen kesztyűt, vagy valamiféle ilyen kézvédőszerűséget, az kapaszkodik ott a háttérben, vagy pedig csak a kezének az árnyékát láthatjuk valamiért, és a többi részét nem. Szóval nagy valószínűséggel egy szellem található meg itt ezen a képen, a háttérben, ami illik is gázhoz, és illik is a gáz által megkezdett trióhoz. Szóval én azt tippelném, hogy a következő update-ben, ami valószínűleg egy season közi update lesz ebben a hónapban, tehát nem kromatikus karakter fog érkezni. Számíthatunk egy új karakterre, aki egy esetleges szellem lesz Gásznak a szellemes triójába, egyből Gász triójába érkezhet egy új karakter, és sok-sok dolog bizonyítja ezt az esetleges új szellem karaktert, elég sok bizonyíték, elég sok tényező állt most úgy össze, hogy simán elképzelt, hogy egy ilyen brawler érkezzen, ugye megérkezett Gász, aki egy ilyen szellemes triót kezdett meg, amiben tökéletesen passzolna, ez a karakter esetlegesen közben érkezni fog ugye a brolövén is, tehát alapból halloween téma érkezik, amiben mi jobban, mint egy szellem tulajdonképpen. Gas is szellemeket tud spónolni, és még ennek a képnek a hátterében is elrejtettek egy esetleges szellemet. Szerintem ez már biztosan nem lehet véletlen, döntsétek el ti a komment szekcióba, illetve írjátok meg a véleményeteket, hogy szerintetek ténylegesen lehet-e ilyen szellem karakterre számítani, vagy ha szerintetek nincs igazam, akkor mit gondoltok, milyen karakter érkezhet a következő update-ben. Hát nyilván arra is kíváncsiak lennénk, hogy milyen ritkaságú karakterre lehet számítani, és ahogy látjátok, szinte pont egy éve ősz elején szeptemberben érkezett egy új broltok, amelyben új legendári karakter Erről beszéltek méghozzá, megérkezett, meg ezen a napon. Az azelőtti évben pedig Ember érkezett meg ugye szintén egy legendári karakter, viszont ő nem szeptemberben, hanem októberben, ugyanúgy ősz eleje közepe fele, pont abban az időszakban, ami most van, október 17-én, ha jól tudom, érkezett meg ez a broltok, amiben Embert mutatták be, és ha azt nézzük, hogy valószínűleg jövő, vagy inkább utána levő hétvégén lesz a broltok, akkor majdnem, hogy szinte ugyanarra a napra esik, az esetleges mostani broltok, mint amikor ugye Embert bemutatták két évvel ezelőtt. De ha ez még nem lenne elég, három évvel ezelőtt, szintén ősz elején pedig Sandy érkezett be a játékba, szintén egy új legendári karakter, szóval már három éve, most lenne ez a negyedik év, hogy ezt a hagyományt folytatják, hogy mindig ősz eleje közepe fele, szeptember vagy októberben hoznak be egy új legendary t a Brawl Starsban, úgyhogy én simán el tudom képzelni, sőt valószínűnek tartom, hogy a következő update-ben a nem kromatikus karakter az egy legendary brawler lehet, és továbbra is tartom azt a teóriámat is, hogy ez a legendári karakter esetlegesen egy szellem, kísértet, vagy valami hasonló gásznak a triójába érkező második Brawler lehet, mondjuk. Persze ez egyáltalán nem százszázalékosan biztos, ez egy teória, ez egy ötlet igazából, ez egy gondolat, de attól függetlenül szerintem elég nagy esély van rá, hogy valami hasonló tényleg érkezzen, akár legendary karakter, akár egy ilyen szellemes témájú karakter, szellemes témájú skinek, ugye a kor nyilvánvalóan megint csak fognak új, Halloween-i skinek érkezni, illetve hát nagy valószínűséggel a Supercell még kampány győztese, a Feritai Frank is be fog érkezni a játékban majd a következő update-ben, ugye a halloween update-ben nagy valószínűséggel. És hát nyilván ezeken kívül is még egy csomó-csomó minden újdonságra lehet számítani majd a következő update-ben. Úgyhogy nyilvánvalóan folyamatosan érkeznek az érdekes videók a csatornámra, ahol mindig minden friss információt, hírt, teóriát megosztok veletek. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes feliratkozni, hogyha még esetleg nem lennétek, ha pedig tetszett a videó, nagyon megköszönöm, hogy nyomtok rá egy lájkot, like és küldjétek el a videót haveroknak, ismerősöknek is, hogy ők sem maradjanak le a legfrissebb érdekességekről, és arról, hogy milyen brawler érkezhet a következő update-ben még ebben a hónapban. Írjátok le a komment szekcióba, ti örülnétek -e egy legendary karakternek, ugye most azért mégiscsak kaptunk egy super Rare karaktert, akit könnyebb volt kinyitni, hogy kárpótoljanak minket, most elképzelhető, hogy ezzel kompenzálják, hogy végül is beérkezik egy új legendary. Tudom, hogy sokan nem örülnének neki, meg nem annyira szeretik, amikor nehezen kinyitható karakter érkezik be, Úgyhogy tényleg mindenképpen írjátok le a kommentbe a véleményeket, hogy ti mit gondoltok erről, illetve magáról az ötletről is szerintetek lehet arra számítani, hogy egy ilyen brawler érkezik, vagy szerintetek annyira nem valószínű. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy mindenképpen írjátok le a kommentekbe. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Hogyha szeretnétek még ilyen érdekes videókat látni, akkor ide kattintva már meg is találtok egyet. Itt pedig azonnal fel tudtok iratkozni, hogy ne maradjatok le a későbbiekben sem a hasonló tartalmakról. Köszönöm még egyszer a figyelmet, én Hunter voltam, szevasztok srácok!